Köszöntjük a Sátor Aljóújhelyi Várból a videóblog nézőit. Javában zajlik a száraz november kampány, ami a mi esetünkben annyit jelent, hogy a tartósan csapadékmentes, nagyszerű időjárás farvizén evezgetve tovább halad a régészeti feltárás és a falazási munkálat itt a várban. A déli palotaszár nyugati helyiségében vagyunk, ahol a teljesen elpusztult nyugati falnak a helyreállítása zajlik ezekben a napokban, hetekben. Itt mögöttem látható már egy elkészült falszakasz. Korábban sokat meséltem erről a falról, ami az erózió következtében csak nem teljesen elpusztult. A talajszint alatt találtuk meg a belső síkot, és itt ennek a kivetítésével, az itt feltárt kőanyag használatával zajlik a felfalazás, ami a külső síknak a csorbázott kialakításával fog majd megtörténni, tehát a pontos külső síkot nem fogjuk helyreállítani ebben az ütemben, viszont a belső síkot igen, és ennek a területnek a felfalazása után pedig az eredeti járószintet fogjuk majd rekonstruálni ebben a helyiségben, ami egy ilyen terazó burkolattal ellátott padlószint volt, amit nagyon szépen tudtunk dokumentálni még a 2008-2009-es feltárás során. A mögöttem látható fal nagyjából egy méterrel lesz még magasabb, ezt követően kerül sor majd a terület visszatöltésére, és itt egy ilyen padlóimitációnak a kialakítására. A régészeti feltárás a vár középső részének nyugati területén halad, itt állt a vár egykori kaputornya, amit egy hatalmas omladékoszlop jelez a helyszínen. Ennek az omladéknak a bontását kezdtük el, pontosabban folytatjuk, mert korábban már ennek a területnek a feltárásához hozzáfogtunk, idén viszont szeretnénk befejezni. Ebben a vastag omladékrétegben nagyon sok olyan kváderkő van, illetve faragott kőelem, ami a vár bejáratához, ugye kaputorony szerkezetéhez tartozó faragott kő, ezek sajnos nem eredeti helyzetben vannak, hanem az omladékból kerülnek elő. Viszont ezeknek a felmérésével, ami részben már megtörtént, lehetőség nyílik arra, hogy legalábbis elméletben rekonstruáljuk majd a vár kaputornyát és bejáratát. Tehát reméljük azért azt is, hogy a omladék oszlop alján legalábbis csekély mértékben, de találunk majd eredeti helyzetben lévő falmaradványokat, szerkezeti elemeket, és hát ezeknek a állagvédelmét, falazását is szeretnénk megcsinálni. A vár körüli sétány területén is történtek fontos dolgok az elmúlt időszakban. Kiültetésre került több mint 4600 tő őshonos növény, fászárúak, bokrok, cserjék, illetve különböző virágok is, amik hát reméljük, hogy sikeresen túlélték az ültetés műveletét, egyelőre úgy tűnik, hogy igen, és hát majd tavasszal fogjuk azt látni, hogy valójában ezek hogyan is néznek ki. Minden esetre egy nagyon-nagyon szép, és azt gondolom, hogy tényleg kellemes terület lesz ez a sétány. Addig is, amíg a vár feltárása zajlik, ezt már birtokba vehetik a jövő évtől a látogatók, kirándulók. A nyugati várfal szakasz fölött készülő kilátósétány szerkezetépítése a végéhez közeledik, és már lekerültek az utolsó járórácsok, és a korlátelemeknek a rögzítését végzik a szakemberek. A korlátok még kapnak majd egy hálós borítást, és utána még néhány lemezborítás kerül fel a szerkezetre, és valójában rövidesen késznek lehet nyilvánítani majd ezt az építményt. Folytatódik sikeres nyereményjátékunk. Ezen a héten nyerteseink Tóth Szilvia és Horváth Gabriella. Gratulálunk nekik! Kérjük, vegyék fel a kapcsolatot múzeumunkkal, és írják meg nekünk a postacímüket. E-mail címünk kazinciferencmuzeum@gmail.com. Köszönjük, hogy velünk tartottak ezen a héten, és jövő héten újra várjuk Önöket!